Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ezt a dekorfalat fogom elkészíteni, mutatok mindent lépésről lépésre. Az apropója a videónak az, hogy nem használok hozzá drága anyagokat, közönséges grettet fogok használni, egy olcsó effektfestéket, ilyen fémhatású effektfestéket, de semmi speciális, és tulajdonképpen ez a végeredmény, kezdődjön is a videó. Uniflot hézakó gipszel fogom csinálni, először kialakítok egy finomabb struktúrát, egy finomabb textúrát, majd a sablonáláshoz is ezt fogom használni. Így nedvesítek, és kicsit végighúzom óvatosan rajta, tehát nem grettelem el a felületet, csak így végighúzom rajta, és egy kicsivel finomabb lesz a felület struktúrája. Így. Miután tökéletesen megszáradt az első réteg, a következő lépés az, hogy kijelöljem a sablon minta pozícióját. Ahhoz, hogy felül pontosan tudjak jelölni, meg kell húznom a minta felét, ugyanis diagonálba lesz rakva a minta, és az első sort fél mintával fogom kezdeni, és hogy felül pontosan tudjak illeszteni a struktúrát felület szélénél, ezért meg kell húznom a minta felét, hogy pontosan tudjak jelölni. De ezt azt hiszem már megint jó, mert azt mondtam. Na, kérem szépen, mutatom, hogy miről vagy nagy baszú. Hogy látjátok, szépen meghúztam a minta közepét, nyilvessző egyenesen. Ezt ilyenkor illesztem a sarkát, illesztem a struktúrát felület sarkához, a másik felét, illetve a közepét illesztem a struktúrát felület széléhez. Egy kicsit odaragasztom, megfogatom, rögzítem, hogy ne csúszson el. Jelölök egyet alul, jelölök egyet a bal oldalánál, és haladok tovább. Itt újra illesztem a jelöléshez, illetve a széléhez, másik oldalt újra a széléhez. Megfogatom egy kicsit, ne csúszson el. Jelölök alul, és jelölök a bal oldalán. És így haladok végig, és így pontosan ki van mérve.
amikor elkezd húzni az anyag, ez ennél az anyagnál, ennél az Uniflotnál, ez kb. 3/4 óra, persze ez hőmérséklettől is függ, meg páratartalomtól, meg hogy mennyire húzatos a helyiség, de mindig figyelem, és amikor elkezdett már húzni, akkor egy száraz hengerre, egy ilyen rövidszörű hengerre végiggurítom a felületét, így ezek az éles részek le lesznek símítva, meg kap egy kis struktúrát még a minta is, és ettől is egy kicsit olyan vintage hatású lesz. Másfél zsertet fogyott el az 5 kilósból, hát az kb. 7,5 kg uniflott, amit elhasználtam egyszer az alapstruktúrához és a sablonáláshoz. Sziasztok! Nektek ez még ugyanaz a videó, de nekem már másnap reggel van. Ahogy látjátok, tökéletesen megszáradt a gletrétek, másnap reggelre tökéletesen kiszáradt, most nincs más hátra, mint hogy bemély alapozzuk. Ugye korábban már volt róla szó, egy egész videó készült erről, hogy gipszes, glettelt, erősen szívó felületeket beimpregnáljuk mély alapozóval, így beállítjuk a felület szívóképességét, hogy jó legyen a disperziós festékünk tapadása. Ezt most gyorsan bemély alapozom, aztán amíg a szárad, addig elugrok, megreggelizek, bekészítem a disperziós festéket, és utána jövök vissza is festjük. A felvételen ez valószínűleg feketének tűnik, de valójában egy eléggé sötét szürke szín. Egy ideig keresgéltünk a színek között, mire végül is eldöntöttük, hogy ilyen sötét háttért fogunk csinálni, ugye erre a szürkére még rájön a fémhatású ezüst effektfesték. A kiegészítők többnyire vagy fehérek, illetve szürkék, és ezzel a sötét háttérrel nagyon jól lehet objektálni, így végül erre jutott a választás. Teljesen átszáradt, kb. Egy 3-4 óra hosszát hagytam száradásnál. Addig elintéztem egy-két dolgot, úgyhogy kezdhetjük elrakni az ezüst fényt.
Jó, most így. Ahogy látjátok, már visszahoztuk a komódot, beraktunk egy-két kiegészítőt, így igazán pofás lesz a sztori vége. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy nektek tetszik ez a díszítés, vagy nem tetszik. Ha tetszett, akkor mindenképp messzeljetek oda egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor lefele, kettő diszlájkot. Mondjuk azzal vigyázni kell, mert két diszlájk az egy lájk, úgyhogy... Na mindegy, ne próbálgassatok! Olvassátok el a kommentet, a kommentben le fogok írni mindent, hogy milyen anyagot használtam a felülethez, leírom a munkamenetet, úgyhogy azt mindenképp nézzétek, én hamarosan újra jövök, addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!